Boldog nevetésektől, kiabálásuktól volt hangos a gyereknapi rendezvény helyszíne Atalában. Játszottam a lufikkal, van meg kalintáztam. És mivel fogsz még játszani? Igen, még egy olyat fogok játszani, egy buborékfújósat, meg még fogunk majd elbújni a függönyök mögött. A járványügyi korlátozások feloldása lehetővé tette a gyereknapi program megszervezését. Nagyon örülünk neki, hiszen a pandémiás időszak után ez a legelső rendezvény a faluban, amit megrendezünk. Én azt gondolom, hogy erre már nagyon-nagyon ki voltak éhezve a gyermekek is, illetve hát a felnőttek is, hiszen kísérőként ők is itt vannak és részt vesznek ezeken a programokon. A település gyermekeit gyakorlatilag név szerint szólítottuk meg, hiszen név szerinti meghívókat küldtünk ki minden egyes gyermek számára a mai napra, hogy jöjjenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel is egy picit igyekeztünk tömegeket vonzani mindenképpen. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen nagyon-nagyon sokan eljöttek. Igazából én azt gondolom, hogy nagyon fontos most már a közösségépítés így a pandémiás időszak után. A szervezők a gyerekeket egésznapos programokkal, játékokkal, zenés műsorokkal várták. Ebédidőben pedig pizzával és palacsintával vendégelték meg a lurkókat. A gyerekek már rendkívül várták, ugye a pandémia miatt nagyon sok program elmaradt, így most be kellett pótolnunk, és egy nagyobb szabású rendezvényt próbáltunk összehozni. A megyei könyvtártól a Lóca Együttes műsorát kaptuk, ugye ez a KSZR rendszer finanszírozásában került megrendezésre. Ők egy nagyon jó, autentikus népzenei műsort adnak, gyerekbarát környezetbe és hangzással, úgyhogy ennek a gyerekek nagyon-nagyon örültek, és amint láthattuk, hogy nagyon is élvezték a műsort. Aztán utána egy bohóc műsor kedveskedtünk a gyerekeknek, ők pedig a tulipántos kézműves műhelynek a szervezésében zajlott le. Ők hozták a népműves játékokat, és különféle játékokat lehet kipróbálni a gyerekeknek, és ugyanakkor szerveztünk, vagyis hát kitaláltunk a selejtezett könyvekből egy kis játékos feladatot. Megépítettük a gyerekeknek a könyvlabirintust, amelyben egy kis golyót kell célba juttatni, úgyhogy van kétféle irány, amit választhatnak a gyerekek. Úgyhogy ezt is már kihasználták a nap elején, mikor még borús volt az idő, ugye akkor nem tudták a játékokat még kipakolni, úgyhogy itt a fedett részen akkor azzal vártuk a gyerekeket, célbadobóval, lengőtekével, úgyhogy szerintem mindenki megtalálta a szórakozásának való kis lehetőséget, úgyhogy örültünk neki, hogy ennyien részt vettek a programon. Nem csak a gyermekek, hanem szüleik is jól szórakoztak a rendezvényen. Mindenki arcán ott volt az öröm, hogy végre együtt lehet a falu közössége. Hát szerintem, mint mindenki más, nagyon jól. Ez kikapcsolódás a gyerekeknek is, felnőtteknek is. Azért ilyenkor találkozunk olyan anyukákkal, akikkel a hétköznap nem mindig, mert hogy nem érünk rá, és akkor azért itt egy kicsit elbeszélgetünk, amíg a gyerekek játszanak, úgyhogy nagyon jól.